Üdvözlök mindenkit, Otala vagyok, és ma az Art of Murder nevű kalandjátékot fogom nektek bemutatni. Viszont nem egyedül, itt van mellettem kollégám, kérlek mutatkozz be. Sziasztok, Dáfrivalmester vagyok. Nos, erről a játékról annyit kell tudni, hogy a City Interactive fejlesztete is adta ki, ami szerintem önmagában sokat mond, de megpróbáljuk most lépésről lépésre kielemezni ezt a játékot, hogy mi benne a jó és mi a rossz, bár a rosszból hát kicsit több lesz. Na de megkérlek, DRM, hogy ismertesd a játék történetét. Hát röviden is tömören, ugye Still Life-ról egy picit kopi, egy FBI ügynököt alakítunk, akinek a partnerét ugye megölték, miközben mi elmentünk egy kávéért, Still Life kopi, és a feladatunk, hogy kiderítsük ezt a dolognak mi áll a hátterében. Igazából egy másik gyilkossági ügy kapcsán fog kapcsolni az egész a első gyilkossághoz, de ez majd a történetesen úgyis kiderül. A történet ennyi. Egyébként nagyon kusza, hát igazából azt sem tudom, hogy ez a két dolog hogy kapcsolódik egymáshoz, vagy hogy kerültünk ahhoz a másik gyilkossági ügyhöz, de mindegy. Na és a főhősnőről azt kell tudni, hogy Nicole Bonnet, ugye? Tehát őt igen, alakítjuk, aki egyébként szintén a Still Life-ból van merítve, ugyanis ott Vic McPherson ügynökről van mintázva. Azért mondom folyton a Still Life-ot, mert ezt a játékot vette alapul. A másik játék, amit nagyon utánoz, az egyébként a Tunguska volt. Elég csak ránézni a egész menüre. Ráadásul, már a grafikára. Igen, a grafikára is. Ráadásul található ott jobb oldalt egy nagyító, amire hogyha rákattintunk, akkor megmutatja, hogy hol lehet éppen dolgokat felvenni. Nos, hát Nicole Bonnet... még egy játékot kapisz. Azt majd később. De azt majd később említem a múzeumnál. Tehát Nicole Bonnet ugye a főhős, aki egy fiatal FBI ügynök, egyelő Vic McPherson, és neki van egy bunkó főnöke, ami szintén a Still Life-ból van. Nos, miután megölték a társunkat, James-et, adott nekünk egy másik feladatot. Egy rituális gyilkosságok után kell nyomoznunk, ami szerintem itt a Fahrenheitre és meg a Postmortem nevezetű játékra is nagyon hajaz, mert a gyilkos ráadásul egy érmét is hagy maga után, és ugyanez volt a Postmortemben is. Na most szerintem rátérhetnénk a hülye megoldásokra. Hát abban nagyon sok van, és épp ez a hatalmas probléma a játéknak, amivel nagyon sokat tönkretettek, szóval az játékélmény nagyon levitte, hogy nem csak az, hogy hülye megoldások vannak, de ha nem megfelelő sorrendet csinálod, akkor játék be, és nem tudsz tovább benni. Ja. Kedvenc mondatom, amikor beköpi, hogy még egy dolgot meg kell csinálni. És akkor nem enged tovább. Hát igen, az elég sokszor előkült, és ami még egy zavaró dolog volt, ami nagyon rontotta a játékélményen, hogy az intrót, amiben ugye megölünk a társunkat, az komplette berakták a játék elő a főmenü elé, és speciál első alkalom, amikor elkezdtem vele játszani, az át is ugrottam, nem is tudtam, hogy létezik egyáltalán, csak második alkalommal vettem észre, amikor nem ugrottam át. Tényleg az érdekes megoldás, hát nem tudom, hogy ezt honnan vették, de én minden egyes játéknál azt láttam, hogy miután új játékot kezdettünk, akkor jelent meg ugye az intro, nem pedig rögtön ugye a játékbehelyezése után. És ha már a bejátszásunknál tartunk, azt még el kell mondani, hogy rohadtul unalmasak és rövidek. Tehát, igen, és kevés is van belőle. Igen, kevés is van belőlük, és ahhoz képest, hogy szép átvezető animációkat ígértek, hát ebből nagyon nem lett semmi. Hát szép, hát erős, nem közepes. Szép. Egyik animáció se. Ráadásul nagyon rövid, és hát szinte feleslegesek. Aztán... még van ebben a játékban egy személy, aki nagyon hasonlít egy Still Life-beli karakterre. Ennek a személynek a neve Ruth, és... Still Life-ból Claire-re hasonlít nagyon. Kinézetre is, csak az a különbség, hogy ugye szőke. Kinézetre is, beszédre is, és stílusra is. Aztán megkérlek, hogy mesélj egy kicsit Nickről, a társunkról. Na hát ez volt az egyik
talán másik legidegesítő pontja a játéknak, hogy ugye van egy Nick nevű társunk, aki elvileg segít, de igazából egyszer nem tűnik fel a játékban. Gondolom a készítőnek a célja az volt, hogy ezzel ilyen rejtélyes és titokzatossá tegyék ezt a szereplőt, de szerintem inkább ilyen felelőtlen karakternek tűnik inkább, aki igazából egyáltalán nem segít. És ami nagy rejtély az ő karakterében, hogy nem tudni, hogy igazából az egész komplet ügyből mennyit tudott, mennyit nem tudott. Erre nem kapunk választ egyáltalán. Akkor most tudta az egészet végig, az elejétől fogva, vagy nem? Ráadásul nagyon megbízhatatlan alkalmazott, mert nem jár be rendesen a munkahelyére, nem írja meg a jelentést, és konkrétan nem csinál semmit. És ezt az egészet mind a főnök, mind a többiek nyugodtan ráhagyják. És így természetesnek veszik. Aztán volt egy rész, amikor azt vettem észre, hogy lábnyomok vezetnek az íróasztalomhoz. Szintén Nick volt, és szintén természetesnek vette a főhősnőnk is, hogy ő most ilyen piszkos lábnyomokat hagyott maga után. És ott járt. És visszatérve a hülye megoldásokra, amit elővett a játék, nagyon sok volt belőle az a baj, hogy ilyen teljesen logikátlan hülyeségek voltak benne, ami teljesen nem egyértelmű. És nem csak nem egyértelmű, hanem ezt Otti, te is tapasztaltad, főleg te tapasztaltad, hogy még rögtön a játék elején, hogyha először felveszed a nyomtató papírt, és berakod a nyomtatóba, és utána jön meg a jelentés, nem engedi. Ja. Konkrétan. Ja, és amit nagyon utáltam, hogy a játék abszolút nem közli, hogy mit kell csinálni. Tehát Nicole is abszolút csöndben van. Véletlenül sem mondaná meg, hogy mit akar csinálni, vagy mit kéne megcsinálni, hanem úgy kell kitalálgatni, meg össze-vissza járkálni. Igen, az tényleg egyszerűen zavaró. Itt főleg akkor volt az elhagyatott szobában volt zavaró, hogy ki kellett találni, hogy akkor mégis mit kell csinálni az átkozott konnektorra, hogy működjön, mert nem szólt. Csak hogy valami bongdan vele, biztos valahol rossz. Az érintkezés, hogy mi. Hát igen, annál a feladatnál készültem egy kicsit ki, ugyanis a játék annyira megszabja, hogy mit csinálj, hogy még az sem mindegy, hogy milyen tárgyat hogyan kombinálsz össze. Tehát meg kellett javítani egy lámpát. Ugye lámpa volt az. Az a fuse, nem tudom mi magyarul. Tehát meg kellett... Ja, égő. Na, meg kellett javítani egy égőt, és a égőt próbáltam összekombinálni azzal a zsinórral, vagy dróttal. És nem engedte a játék. Nem értettem, hogy mi a baj. Megnéztem a végjátszást, azt mondta, hogy kombináljam össze azt az égőt a dróttal. De nem működött. Aztán rájöttem, hogy nem a égőt kell összekombinálni a dróttal, hanem a drótot az égővel. Most ez milyen hülyeség már? Hát az nem kifejezés. És így ontja a játék gyakorlatilag. Minden egyes pályán egyet vagy kettőt ért minimum elő. Szóval ez főleg azért zavaró, hogyha tényleg nem megfelelő sorrendben csinálod, nem megfelelő sorrendben kombinálod, nem megfelelő sorrendben csinálod, amit éppen csinálnod kell, akkor egyszerűen konkrétan nem enged tovább. Én ezt a múzeumnál szívtam meg egyszer, hogy tök jó minden megcsinált, amit elvileg meg kellett csinálni, de nem engedett ki, mert rossz sorrendben csináltam. Hát ha már a múzeumnál tartunk... Valva. Akkor a történettel is haladjunk egy kicsit, tehát megbíztok minket egy rituális gyilkosság kiderítésével. Nos, Nicole hát rájött valahonnan arra, hogy a nyom a múzeumba vezet, és így el is mentünk a múzeumba, beszéltünk is az igazgatóval, és az igazgatóról ejtenék pár szót, hogy engem a Fahrenheitre emlékeztet ez a rész, maga a múzeum is, a berendezése, maguk a színek, meg maga az igazgató is. Tehát a Fahrenheitből arra része, amikor mentünk újságíróként a múzeumban. És ki kell deríteni, hogy mi van. Uh-huh. Igen. Tehát teljesen arra a részre hajazott. De már az igazgatóról van szó. Érdekessége, hogy beszélünk vele, és utána megnézzünk egy tárgyat, folyton eltűnik. Igen, emellett mindig ugyanúgy áll, megállás nélkül egy pózban áll. Nem tudom, hogy egy idő után tudja, hogy nem tudom, nem bírnám tovább, mert egyszerűen elzsibbanna minden tagom, de minden egyes alkalom, amikor találkozunk, ugyanabban a pozitúrában áll folyamatosan.
és most már előkült a párbeszédek, a párbeszédeknél az a ritka idegesítő dolog van, hogy egyszer csak abba marad, és ugye még egyszer rá kell kattintani, hogy folytassa a párbeszédet. Ezt most könyörgöm, mi a francért kellett berakni? Ráadásul folyton ezt csinálják, például beszélgettem valakivel, abba maradt a párbeszéd, megint rá kell kattintani, aztán megint beszélgettem vele, megint abba marad a párbeszéd, hát persze, hogy megint rá kell kattintani. Ez teljesen logikátlan dolog, szóval ezt komolyan nem értettem, hogy ezt most miért.